Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy fideszes polgármester, akit Filemó Mihálynak hívtak. Volt már neki vendég nélküli vendégháza, vegavágó hídja és kilátás nélküli kilátója. Azonban egy valami még hiányzott a különleges gyűjteményéből, a lom nélküli lombkoronasétány. Az álmai megvalósításához nyert is egy jelentős összeget az Uniótól. 60 millió forintot biztosítottak a hőn elhított sétány megépítéséhez. A faluban hamarosan elkezdtek terjedni a pletykák, miszerint a polgármester nem csupán az uniós pénzeket varázsolja el, hanem a fákat is. Az átlátszó elsőként győződhetett meg a saját szemével arról, hogy a fák helyén csak a kopár pusztaság maradt. Alom nélküli sétány méterenként több mint 500 000 forintba került az uniós adófizetőknek. A polgármester, aki érezte, hogy bajban van, próbált mindenféle kifogással előállni. Azt mondta, hogy nem volt feltétele a projektnek, hogy milyen magasnak kell lennie az erdőnek. Próbálta bebizonyítani, hogy Brüsszel hibájából jött létre a lom nélküli lombkoronasétány, ugyanis az erdő kivágására azért volt szükség, hogy finanszírozhassák a projektet. A polgármester új fákat ültetett, hogy pótolják azokat, amelyeket kivágtak az építkezés során. A falu apraja nagyja és közmunkása azon dolgozott, hogy a megjelent cikk után pótolják a látható hiányosságokat. Mivel a pályázat utófinanszírozású, tehát a pénzt csak akkor kapják meg, ha minden rendben van. Filemón nem tűrte, hogy bármilyen kritika is érje az uralkodását, mikor az újságokban megjelentek kritikus cikkek, azonnal támadásba lendült. Bocsánatkérést követelt, minden újságot perre akart vinni, de hamar lelombozódott, amikor is elveszítette az átlátszó ellenindított pert. Az ország népe is kezdett átlátni Filemón szándékain. A lombkorona sétány ügyével felkeresték az újonnan létrejött antikorrupciós hivatalt, az integritás hatóságot, ugyanis nem csak Nyírmátonfalván épült uniós pénzből lombkorona sétány, hanem a környék fideszes politikusainak a magánerdeiben is. Kelet-Magyarország legújabb korrupciós ékének a híre messze eljutott. Az Európai Csalás elleni Hivatal az Olaf is vizsgálatot indított. Modern falu révén még egy nevetős emoji is képes volt felforgatni az emberek mindennapjait. A polgármester nem vette jó néven, hogy a projektjét egy szociális munkás emojival csalázta, és kirúgással fenyegette meg az alkalmazottat. A lombkoronasétány lom nélkül maradt, a polgármester remélhetőleg uniós támogatás nélkül. Az erdő helyett egy másfajta varázslat bontakozott ki, váratlanul kenderbokrok bukkantak fel a sétány tövében. Filemont még évtizedekig emlegetik majd a Nyírmártonfalváról szóló történetekben, aki a sajátos módján egy kis szint hozott a magyar korrupció világába.